sportosat. Hírodónk vendége Weber György, az Újpest egykori válogatott labdarúgója, a Blasz első osztályban játszó fővárosi vízművekes vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó sti. Hogy érzed magad a megye egyben? És a Blasz egy, bocsánat. Igen. A helyzet az, hogy jól érzem magam, de hát nyilván nem ez volt életem fő célja, hogy hosszú-hosszú évek MB1 és MB2-es edzősködése után tavaly Megyek 2-ben dolgoztam, Igen. most pedig ugye BlasZ egyben. Ennek van most egy ilyen érdekes pikantériája, hogy igazából ez egy társadalmi munka. Tehát gyakorlatilag én a tavaly decemberben nagyjából letettem arról, hogy itt a profi futballban szerepet fogok kapni valaha is. És miért, mi, miért, miért mi történt? Semmi nem történt. Tehát ez az egész folyamat, meg ami itt nagyjából folyik, meg nyilván azok a, a dolgok, hogy idő előtt jöttem el két-három klubtól, aminek a hátterét soha senki fel nem derített. Én úgy fogalmaznék, én rám, rám dobtak egy katuját, amit én már nem tudok levenni, hogy én vagyok az a hőzöngő, a szélén őrjöngő. Egyszerűen megcáfolhatatlan. Én kiabálok egyet, abból Youtube hír van, fölteszik csak negatív értelembe. Ö, már teszem hozzá, hogy a mai napon a boldog Tamást is kikezdték, hogy hogy merő a játékosokra ilyet mondani. Tehát gyakorlatilag Magyarországon úgy néz ki, hogy szent és érthetetlenek a labdarúgók. Tényleg mindenhol csak az edzők a hülyék, és én úgy érzem, hogy most, most, egy olyan fázis van, remélem nem végleges, mert azért vannak olyan emberek is, akik látják, hogy valósan én milyen is vagyok, nem csak felszínesen ítélnek. Na és akkor visszakanyarodva megkerestek a vízművek vezetői, hogy többek közt ugye ott BLS Blaszban szereplő csapat edzői teendőit ellátnám-e. Szaktanácsadó. Itt, itt túl sokon uh -huh. beszélgettünk, mert igazából a csapatnak volt, és van is mellettem, ugye a tavalyi edzős Nelbachimre itt maradt, uh -huh. és mellettem dolgozik. És én igent mondtam, közel van, nagyon uh -huh. szimpatikus volt minden, amit felvázoltak, és hát nem titok, hogy imádom a szakmámat, vagy hát mert ezt tartom szakmámnak, és hát másra nem akkor arra jó, hogy amikor én edzem a csapatot, önmagamat is az agyamat mm -hmm. torváztatom. Tehát ott oh, én, én mindent ugyanúgy csinálok, mintha MB1-es mm -hmm. csapat lenne. Mm -hmm. Azon kívül nyilván az edzés, látogatottság, meg a, a, a körülmények, Igen. nem? De én ugyanúgy heti programot napi szintre le mm -hmm. Tehát én mindent ugyanúgy. És úgy, vagy a pályát, stb. És azt vallom, hogy talán itt még nyilván ilyen nincs, mert nem tehát az ember, de itt még, még komolyabban kell mindenkivel foglalkozni, ugyanis itt ezek a fiúk uh, tagdíjat fizetnek, és ezért futballoznak. Tehát ez most tényleg az a szintiszta, őszinte amatőr futball, fiatal csapat, viszont és uh, ezért úgy gondolom, hogy uh, lehet benne uh, sok ezen a szinten mindenféleképpen, aztán majd meglátjuk, hogy mire megyünk. De hát gondolom addig vagy ott, mint nem kapsz egy jobb ajánlatot. Ez így van megbeszélve természetesen, hogy igen, tehát ezt nagyon korrektul a, a vízművek vezetői így is mm -hmm. vázolták fel az elképzelése. Kapsz? Én nagyon bízom benne, hogy igen, mert mondom, az, hogy elmondtam ezt a dolgot, ezt most megint majd megindít egy lavinát, hogy na ez a mm -hmm. nagypofájú, képzetlen magyar mm -hmm. edző, aki sok helyen megbukott, mit dumál itt megint. De én azt gondolom, hogy most egyre több olyan jel van, hogy vannak azért, akik elismerik. Nyilván a múltban nem lehet megélni, de hát valamiféle jelzés, hogy két csapattal jutottam fel a másodosztályból az elsőbe, de nem MTK-val, meg nem vasassal, Igen. vagy vidéki fellegvárakkal, hanem olyan csapatokkal, amelyiknek nem is volt rá nagyon reális esélye akkoriban. Igen. Úgyhogy igazából kis csapatokkal, ahol tényleg a munka dominált, és én úgy gondolom, hogy még egyet meg kéne nézni velem kapcsolatban, hogy ahonnan én eljöttem. Azok a játékosok, talán most a nyíregyházán egy-kettő kivételével, hogy beszélnének rólam, milyen véleményen lennének rólam, ha megkérdeznék őket, mert, mert mondom... Mert én eddig csak mindig pozitív visszajelzést kapok, tehát van nyilván egy-kettő uh -huh. olyan, aki, aki azért örül, de gyakorlatilag mindig nagyon jó viszonyom volt, mert ugye mondottam az elején, hogy ha én elkiabálom magam, akkor abból uh -huh. YouTube hír van. Van évek óta egy ominózus, harsány is történet. Uh -huh. Az egy mondat csak. Arszeny Zolival nyakunkba borulunk, amikor uh -huh. találkozunk. Ott én elmondtam egy véleményt, igazam volt benne egyébként és az egy riportnak egy 20 másodperc, hmm. ez, egy sajtótájékoztató Tehát nagyon érdekes úgy gondolom az én megítélésem, és ezért is ment el a kedvem tavaly igazából ettől az egésztől egy kicsit, hogy, hogy, én a fejem tetejére is állhatok, de aztán az ember, ahogy lenyugszik, újra elkezd bízni, tehát nyilván nagyon szeretnék jó és komoly helyen dolgozni majd valamikor újra. Na most nem vagy valami irigyidési mértő helyzetben, a mennyire úton egykor ünnepelt labdarúgó, akkor most nincs ami jó helyzetben, hiszen edzőpályafutásodat most, most vázoltad, hogy most éppen hogy vagy, és hát a szeretett klubodnál meg hatalmas nagy káosz, pánik, különféle hangulatok vannak, perek vannak. Tehát magyarul most sehol nincs béke, ami neked fontos lenne. Itt legalábbis. most azért tudok mondani, mert... A múlt héten, vagy talán előtte, óriási megtiszteltetésért többet magammal minket, hogy legendák szektorát nyitottak az Újpesti Stadionban. hiszem száz játékos kapott, úgymond, de nem, nem tudom, az átadó átvétel igen. ünnepségen. Olyan, nem volt ott mindenki, nem volt nem biztos mindenki, mindenki, 35 igen. körül, 30-35-en lehettünk. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy én ebbe belekerültem, voltak kritériumok, úgy tudom, hogy bajnoknak kellett lenni, meg nyertesnek. Igen, hát ez hál' Istennek azért nekem megadatott mm. játékosként Újpesten. És, Azóta azt érzem, azóta volt két mérkőzés, hogy tejbe-vajba füröztenek minket, no. és most egy nagyon-nagyon pozitív változás állt be ezen a vonalon. Mm -hmm. Az említett ügy meg ilyesmi, ezek, ezekkel most nekünk nincs dolgunk foglalkozni, mert mi most úgy gondolom erről a öregekről beszélünk, akik ezt a megtisztelő titulus most kapták. Szerintem ennek most minden pillanatát élvezzük, mert hosszú évekig ez nem volt így, úgyhogy le a kalappa mindenki előtt, aki ezt... Uh -huh. kezdeményezte kezdeménye ezt véghez vitte, és reméljük, hogy ez egy tényleg, mert ugye életre szóló a történet, úgyhogy én most ezen az oldalon tudok mondani pozitívot, mert kifejezetten De úgy jó is maradj, érzés hogy, újra. Mocs, úgy is marad hogy életre szóló, mert jól tudom azért a tavasszal lejár a bérlet, és újat kell nyomni, tehát azért vannak itt apróságok. Igen, egy jó pofa volt, a Rotterman Ádám mondta nekem, hogy Yuri, neked van itt a legnagyobb pofát, kérdezd már meg, hogy mi mindannyian 2018-ban meghalunk, mert ugye, Igen. hát rajta van, de megnyugtattak, hogy minden évben újra nyomják majd Igen. a bérletet, tehát ilyen szempontból itt most Újpesten újra jó kimenni a Megyeri útra nekünk régi játékosoknak a vip kimentél a haladás ellen? Ki? Én. Na mesélj, milyen volt a mérkőzés? Te milyennek láttad? Ugye tudjuk, Erről egy nullára engélyének. nyert az Újpest, itt most ezzel van a hangsúly a három ponton. Hát, tulajdonképpen igen, ilyen szokták mondani a, tudósításokban, hogy idényelei volt a forma. Hát én is azt láttam most, hogy finoman fogalmazzunk. A két szakvezető máshogy nyilatkozott a sajtóba, de én nekem... Most őszintén, ilyen... bocs, ha már itt tartunk. Mennyire vagytok ilyenkor őszinték, amikor meccs után nyilatkozni kell? Hát én Mennyire... A... E... Nézd, most akkor jót kérdezel, ugye én azt hiszem, hogy... És ez tény. Tehát egyszerűen ezben nem tudnak belekötni. Soha nem bíroztam sajtóba. Vállítottak ki a vonal mellett a meccs hevében. Mm -hmm. Tehát ott voltak konfliktusaim is, meg, meg nyugodt meccseim is. Sajtóban soha nem okoltam játékvezetőt, ezt le van írva, mm -hmm. vissza lehet nézni az összes 150 ember és meccset, mm -hmm. meg a 200 életbe életben soha. Ö, amiért engem nagyon komoly kritikák érnek az, hogy volt olyan, hogy 6-2-es idegenbeli sikerünk után is ledorongoltam a csapatot. Mert én úgy éreztem, hogy az lehetett volna 8 vagy 10-2 mm -hmm. is, valósan, és miért ne lehetne akkor egy ilyen írni mondjuk, ez egy kecskemét mezőkövet mm -hmm. meccs volt. És ö, Hát nyilván a csapatnak gratulált, vagy ugyanúgy örültem, de én ott egy nagyon kritikus hangvételű nyilatkozatot, mm. vagy pápán sokszor, Igen. és engem ezért mindig és mindig most megtaláltak. Ezekre ezekre az edzők mennyire tanultak ebből az esetből is akár, hogy nem jó. szabad őszintén Az edzők külön... nem, hát, hát, most látom előtted van a sport, azért is mondottam, tehát a haladás edzője mondta, hogy így letámadták az Újpestet, meg úgy, én nem tudom mit nézett, vagy akkor, vagy ő, mm. neki van más fogalma a letámadásról, vagy nekem. Én ezt a meccset láttam élőbe. kibrusztolta az Újpest a győzelmet, egy góla jobb volt, aztán ennyi uh -huh. nyitásra. Nagyon bízom benne, hogy majd sokkal jobb lesz a játék is. Tehát az edzők igen, össze-vissza elmismásolják néha nyilatkozatokat, de valószínű nekik van igazuk, mert amit én csináltam, az biztos, hogy nem jó. Utaltam ma a bódogra. Hát elég pikét nyilatkozata volt uh -huh. élőben is a meccs után, meg a sajtótájékoztatón is. Valószínű, hogy ő belehalt ebbe a teljesítménybe, és én ma beleolvastam, uh -huh. hogy miket kap, hogy hogy, hogy, hogy képzeli. Uh -huh. De könnyörgöm, tehát én, én tudom, hogy az, hát a játékosok játszanak, és, és hogyha fel vannak készítve, már pedig azért fel vannak, ebbe is óriási viták vannak, hogy mennyire jók vagy nem jók a magyar trénerek most jelesül ezen a Újpest haladás meccsen két külföldi tréner és mondom én Na most itt a haladás tréner engem egy kicsit meglepett. Mert ugye mióta a haladáshoz került, azóta csak dicséri a sajtó, egyfolytában dicséri. A téli felkészülés alatt is végig dicsérte, hogy milyen jó edzés, milyen jó a csapat, nyernek sorra, stb. stb. És egy átlagos, gyenge, közepes mérkőzésen egy újpestől ki tudott kapni, az eddig végig dicsőített edzővel a haladás. Tehát ezért lepett meg engem a haladásnak a teljesítmény, nem a mérkőzés eredménye, hanem hogy... Most hagyj védje, tehát az előbb kritikával illettem, ha szabad azt mondom, kollégákat, az a sajtó szereplésük. Viszont most meg meg kell védjem, mert pontosan ebbe a cipőbe, nem tudom milyen edző, amikor átvette a haladást, az biztos, hogy adott egy új impulzust a csapatnak, mert az utolsó, azt hiszem, három mérkőzés zsinórban nyerték, elkerültek a kieső helyről, most újra visszacsúsztak, de ott hetente fog változni a Majd helyzet. Visszatéri Gyakorlatilag, tehát én itt nem szakmáznék, hogy milyen edző, vagy mm -hmm. jó, vagy nem jó. Biztos, hogy egy képzett edző, mert azért szlovák élvonalban válogatott Jó, volt. csak tudod, 12 uh, csapat van, és. Én azt szeretném 12 inkább magyar, elmondani, hogy kiszolgáltatottak vagyunk uh, a játékosoknak a kényekedvének. Mm -hmm. Tehát én tavaly pontosan ilyenkor ugyanezt éltem meg, hogy elképesztő, jó minőségű edzőmérkőzéseket játszott mm -hmm. a Nyiregyháza, a csapatom, Anzsi Mahacskala, a, a Irtis Pavlodár, ami így nem nagy név, de 18 afrikai és brazil labdarúgóval és Európa ligás csoportkörben vannak jelen pillanatban is. Vertük őket, döntetlen, partiba voltunk, a sepsit megvertük, a román első osztály meglepetés csapatát. Majd hazajöttünk, és az első két fordulóba kaptunk hat gólt, két, három egyes vereség, és egy teljesen más csapat. Volt, mint ami két hét előtte a török volt. sikerült megfejteni? Nem. Nem. Utána egy picit orvosoltam a hibát, két-három játékostól megváltam, ott nyert a csapat kettőt, aztán ugyanoda visszaesett a dolog, mert akiktől megváltam, azokat nekem vissza kellett a keretbe uh -huh. pakolni. Aztán a 8 tizedik forduló körül véletlenül ötször kaptak egy nóra, uh -huh. menesztettek. Nem lehet megfejteni, és sajnos az MB1-ben is, vagy az mb 1 Tehát egyszerűen olyan hektikus, összevisszaság van egyik héten, egy jó meccs, másik héten. Gyengébb. Most tényleg az összes csapatunk a felkészülési meccsek alatt elég jó eredményeket értek el. Komoly csapatok ellen. És ö, elég gyenge színvonalú Igen. bajnokik voltak, talán a, talán a Ferencváros ö, Honvéd Honvéd. emelkedett ki, ami valóban azt mondják, én nem láttam, hogy jó mérkőzés volt. De a többiről mindről elég lehangoló véleménye van mindenki, tehát korábban beszélgettem olyanokkal, akik látták a mezőkövest puskást, én jó magam a, a saját kis klubomét, Igen. úgyhogy ez egy borzasztó érdekes dolog, tehát itt viszont meg kell védjem az edzőket, hogy egész biztos, hogy nem mindig ők a hibásak, hogy... hogy vagy például az általam igen tisztelt Herceg András, aki tényleg aztán. Na mi van? Na, a Debrecen. -nél? Hát ez az, na mi van? Magyar kupa, balmaz, és olyan, hogy a, a sima győzelem a balmaz újvárosnak. Tehát gyakorlatilag akkor most a, a Herceg bandi rosszul csinálta, rossz edző. Lett valami nem sikerült, de attól még egy nagyon jó, most minden kérdez, szempontból mi felkészült. Hát ezt nem tudjuk szerintem mi megfejteni Senki. magyar edzők, mert a külföldi egyből meg. Tehát mondom, most a boldog Tominak neki mentek már, hogy hogy meri ezt mondani, hogy, hogy csak a játékosok. A Thomas Dolnak, ha a vereség van, mindig a játékosokat okolja. É, igen, 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 de ott nem bántják. Mert német. És itt megint majd jön, hogy a reakció, hogy na megint külföldi kell igen. foglalkoznak a magyar edzők, holott nem, de ezek tények. Igen. Hétvégén lesz egy haladás-vasas mérkőzés, ami kiesési rangadó. Mert ugye jelen pillanatban a haladásár kieső helye 20 ponttal, de hát a vasasnak 21 pontja van. Na most a haladás előbb említett, ugye ő végig milyen jó szerepeltek az edzővel, ugye utolsó három forduló felkészülési meccs, most itt az újpesti kellemetlen vereség után még egy vereség, akkor aztán tipikusan Weberes Nyíregyháza lesz. Nem, mert akkor viszont Nem. a vasas kerül akkor a kieső zónába. Hát itt, itt most tényleg hátul is négy-öt csapat, most már mondhatni, mert a vasas megérkezett oda, megérkezett. A némi meglepetésre. Tehát tulajdonképpen ez a négy csapat, de ez bővülhet meg két rossz meccs, és oda kerülhet még. Igen, csak most már nincs sok a... forduló Nincs sok, úgyhogy igazából ezt, ezt valóban ezek, ezek most már kieső, esési rangadók. Hát ez nagyon érdekes lesz, de mondom gyakorlatilag, Azért a haladást összekapta ez az új edző. Ugye a hírek arról szóltak, hogy kemény, nagyon uh -huh. kemény felkészülés volt. Ez nagyon rosszul nézett ki ez a meccsük szerintem Újpesten. Nekik most nincs más választásuk otthon, mindenféleképpen nyerni kell. Hát akkor Na de a Vasasnak is. Tehát igazából én ezekből várnám, hogy jó mérkőzések alakulnak ki, mert bent maradni döntetlenekkel nagyon nehéz. nehéz lesz. Igen. Hát a mezőkövesnek is most ez volt szerintem a problémája, hogy az egy pont nem rossz most, eredmény igen, a puskás ellen, az de, ő de az ő helyzetünkben nem igen. igazán jó. Igen. És most jönnek hozzánk Újpestre. És az Újpest most kikap? Hát nagyon Elég bízom benne, hogy nem. Volt ugyanis most, is. most mindegy. Igen, nagyon rabszódikus. Ezt maga, a, a Neból se mondta nekem, beszélgettem vele még... Jól múlt korában egy véletlen találkozót, és mond, mond, egy pont, pont valami ilyen győzelem, győzelem, és mondom, mi van, és mondja, te tudod a legjobban, hogy mi, mi folyik itt. Na, nem Újpesten, úgy a magyar Aha. közegben egyszer, így úgy. De most, most, most az Újpestnek hosszú-hosszú idő után volt ugyan kupa győzelem az elmúlt években, de most reális esély van egy dobogót elcsípni. Igen, de ők ugye elsődleges szél, ezt kijelentették, hogy a kupa megnyerés. Hát a kupa, mert az, az, persze, az egy nagyszerű dolog, de, de, a igen, de a bajnokság is ott van, és most már azt most hiszem három pont csak a, a, dobogó, ha jól tudom, lehet, hogy rosszul, de... Igen, de, igen. De há, ott van, nem, és akkor... Nem, nem. Kettő. Pont. Kettő. Még Mivel nem. ugye hogy Debrecen elszenvedte ezt mondom, a vereséget. Gyakorlatilag igen. realitás dobogóról hogy beszélni. Kikapott a... Igen. Tehát abszolút realitás, és hát ne fele, azért csak az Újpestről beszélünk. Hogy, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy akkor legyen minden oké, okay, megvan a kupa győzelem, meg a bronzérem, akkor ez egy nagyszerű Játékos, szezon. A játékoskor mennyi zavar ez a címerügy? Hát szerintem semennyire. Most megint egy kicsi kritika, hát kit? Kit? Van egy -kettő hát van egy-kettő régi. Liteuszki Robi például. Hát jó, azért Én van, ezen van ezen de most, ha. igen, tehát ő saját Bocs. nevelés. Igen, de nyilván, de most nem a keret 80%-a egy-két-három éve van Újpesten, vagy vagy most jött, tehát őket, őket valós, nem érnek, valószínű, hogy abszolút már, nem aha. zavarja ez. Hát, elképzelhető, igen, 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 igen. Kedden játsza, azaz, ma játsza a paksala. Magyar Kupa mérkőzésre az Újpest, mert ugye elmaradt a pálya használhatatlansága miatt. Megverheti a paksot? Kiejtheti? Ugye két meccsen dől el. Két meccsen dől el. Abszolút egál az esély, a paks jól néz ki hosszú ide óta. E, igazából ők egy stabil, jól összerakott csapat, és e, egy kicsit mumusunk az mm -hmm. Újpestnek. Úgyhogy egy nagyon nehéz párharc ha lesz. Ha ezen túljut az Újpest, akkor tényleg álmodhat a kupa győzelemről, de ez egy ilyen mumus, ahogy mondtad hogy mert, igen, lehet. hát még akkor mindig csak a nyolcba. Igen, de ugye... Bármi lehet, de... de nincs, ezen kell, nincs a videót, nincs, ugye... Így, a van, így van, minde. ez azért nagy, nagy sansz lehet, de, de ez egy nehéz párharc lesz. Mm. És a Paksó rajtolt, győzelemmel rajtolt. De, Újpest is. Hát igen, igen, úgyhogy hát fontos, hogy gól nélkül lehozni az első hazai meccset, tehát egy olyan győző, még akár egy 1-0 is, uh -huh. is jó lehet, nem szabad gólt kapni a hazai egy meccsen. Áll. Mit szólsz az új labdarúgó válogatottunk kapitányához? Semmit. Igazából, mert még nem. Tehát most itt maga az, hogy ő, ő ez a belga úr jön a kapitány, ez nem ért váratlanul szerintem senkit, már maga az, hogy külföldi mm. szakember jött, ez szinte borítékolható volt, hogy, hogy külföldről választta az MLS kapitányt. Ilyenkor mindig új lap, mm. új remények, hát bízunk benne, hogy, hogy sikeres lesz, mert ez megint csak igazából olyan borzasztóan nem rajta múlik, hanem a, a a játékos keretet. Na ami, keret, ami ez nagy valószínűséggel ugyanaz lesz, mint a Storkná volt, Igen. mondjuk három-négy eltérése, de a mag, ugyanaz. az biztos, mert egyszerűen nem lehet mást. Na most ezen belül, hogy mit tud ezeken az összetartásokon, milyen elképzelés, mit raknak össze, úgyhogy a szimpatikus, hogy eddig akárhány mérkőzésen én ott voltam, ő is ott volt, tehát hmm. ő tényleg aha, ott van, be, ott van és el, keresi, el, aha. kutatja, Úgyhogy jár, nyilván ez a dolga természetesen. Úgyhogy jön a márciusban ez a két felkésés meccs, ahol még nem várjunk csodát, mert nyilván ott kísérletezni Jó, Igazából fog. ugye szeptemberben jönnek az úgymond a tétmeccsek, addig meg annyi víz Igen, hát a Tehát aki, aki, most jó formában tavasszal nem biztos, hogy ö, a nyár végén, őszerén jó, formában a ezt... is jó, Ez a válogatottság is, szóval ez nagyon ér, ebbe is megoszlottak. Hát az általam az egyik legnagyobb magyar edzőnek tartott Baróti Lajos bácsi. Például ő arra esküdött, hogy neki volt egy fix magja. És ő attól nagyon ritkán tért, és az nem érdekelte mm. őt, hogy a törőcsik akkor formán kívül Igen. van, akkor is válogatott volt, vagy a, a Bálint, Igen. a Ferencvár, akkor is válogatott. Mert ő, ő azt a huszas magot, az a legjobb őket. Aztán volt olyan, aki meg az adott Fordulók legjobbjait hívogatta be, ez valószínű érdekes, tehát nem lehet tudni, hogy a, az új kapitánynál mi lesz, de hát a mag valószínű, nagyon valószínű. Az idegen légiósaink, páran vannak, akik számottevőek, azokat nyilván értelemszerűen be kell hívni, és hát akkor itthon gondolom ugyanazokat. Huszli játékához mekkora reményt fűzzül, hogy most közönségcsalogatóan fog majd játszani? úgy hosszú sérüléséből épül majd föl, átéltél hasonló szituációt, ezért is kérdeznek, illetve ugye már neki is már azért már lassan uh -huh. már 4x lesz ott. Hát azért nagyon lassan, már 34, ha jól tudom. 35, igen. Tehát de... Ö, már nem fiatal. De nem is öreg. Igazából én azt szeretném vele kapcsolatban elmondani, hogy ő ő az én szememben az egyik legkarakteresebb, abdarúgó ö, egyéniség volt az elmúlt 15 évben, minden tekintetbe. Uh -huh. Nekem vannak, ö, tudomásom, olyan öltözéde, amikor még nagyon fiatalon, hogy kiállt önmagáért a Ferencvárosban, hogy verekedte be magát, aztán hey, tehát Sopronba, Kölcsönadva alapján, és ő külföldön, komo, ő, ő komoly karriert futott igen, be. Igen, igen. Tehát őt a Bundesligában komoly csapatok vették meg többször is és játszott, és alapember volt azért a zenitben három év. Na uh, hát most ez az tehát, hogy most mennyire uh, van túl a zenitjén uh, Huszti, tehát most itt... De itt mondom a karaktert, hogy ő biztos, hogy nem levezetni jött mm -hmm. haza. Ő hazajött, úgy döntött, mert azért nagyon sokszor mondta, hogy eszelgában nincs. Igen, igen. Valami oknál fogva hazajött, és pontosan ezért amit ő előtte nyilatkozgatott, hogy ő nem kíván a magyar. Pontosan ezért, meg mondom, én, én tudom az ő karakterét, hogy, hogy ő egy olyan akarnok, hogy ő egész biztosan nagyon bele fog állni, tehát ő nem levezeti. Értev, ő. Magyarul a videóton ebben... Azt nem tudom, hogy most a játék olyan látványos lesz-e, vagy tehát közönségcsalogatom, mm -hmm. mert ugye ez is, hogy ki miatt járnak emberek, ma már nem nagyon járnak Ezért egyénisége. fontos a musztiki, ezért igen, kérdés, de hogy, a videóton, lesz, mint csapat óriásit profitál belőle, ha egészséges lesz, és abban az erőállapotban, ami tőle elvárt, akkor ő, akkor ő kimagaslóan nagy erősítés lehet a videótonnak. És a bajnoki harcos kettőjük közt Fradi Vididől el lehet, hogy egy ilyen kaliberű játékos dönti el majd Na, azokat tívat, a nüanszokat. Zárásként válogatott játékos is voltál, tehát jobban rálátsz a sportpolitikára is. Egyes hírek hát. szerint már egy fél kezdünk mindegyik ellenfélel szemben, hogy Csányi lett a FIFA alelnöke. Igaz, Le? egy évvel szól egyelőre a kinevezése, de ő lett az alelnök. Ez állítólag már egy fél gólt jelenthet. Azaz a bírók, ez valóban befolyásolja, hogyha kétes szituáció van, akkor pozitívat hozzák meg? Kizártnak ez a futballban tartom. ez hogy? Ökölüvásban tudjuk, hogy ez működik. Ök, igen, de teljesen más. Így van. Én ezt futballban kizártnak tartom. Az abszurdum lehet, hogy az adott játékvezetők mondjuk jön ciprusi játékvezető vezetni, egy ebből lehet, uh -huh. hogy nem is tudják, hogy ki a fifa elnöke, nem vagy az a lelnökét, uh -huh. mert nem is kell tudják. Úgyhogy én ezt, ezt kizártnak tartom. Uh -huh. Sportdiplomácia, ha most pályáznánk esetleg vagy, akkor biztos, hogy óriási pozitívum lenne, vagy így is az, de, de az, hogy most egy adott mérkőzésen a játékvezetők azt kizárt. Na most tartom. ugye a következő ebben mi is házigazdák vagyunk, hát, úgyhogy évenken. most már igazából így van. Tehát csak A futballnak ez is egy területe, még ha nem is a legfontosabb, már mint a pálya, de azért ez egy hát, sportdiplomáciai siker, úgyhogy becsüljük. Meg nyilván sokat profitál majd ebből is a magyar labdarúgás. Sajnos idők lejárt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, itt voltál. További sportosat.